Kassa megye támogatásának köszönhetően megújult a Szlovákiában egyedülálló kendertörő és vízimalom a Rozsnyóhoz közeli Kiskovácsvágásán. A vízi energiával működtetett, felújított kendertörővel puhítják az ipari növényt, elsősorban turista látványosságként. A bakó rostjaira zúzza a kendert. Ilyen törők vagy töretők általában száraz vagy vízimalmok mellett üzemeltek. Így volt ez ezen a településen is, ahol most újjáélett a régi mesterség, illetve látványosság. Két évvel ezelőtt pályáztunk a vízikerekre, meg a malomcsatornára, és múlt éven pályáztunk, mert nem csak őről tegíten a malomban, de kendert is törtek. A kendert növesztették, azután a falu felett áztatták, és itt törték ezen a kendertörön. A 19. század első felében épített vízimalom az Andrássy grófoké volt, majd Andrássy Dénes 1897-ben eladta a Deutsch családnak. 1927-ben került a Jócsa család tulajdonába, majd azt 1950-ben a hozzátartozó házzal együtt államosították. Később visszakerült a mostani tulajdonos Jócsa Géza nagyszüleihez. Ma már egyike azon vidéki helyszíneknek, amelyeket Kassa megye idegenforgalmi szervezete kínál a régióba látogató turistáknak. Számunkra nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományőrző projekteket tudjuk támogatni, mert új célpontokat tudunk teremteni olyan régiókban, ahol nagyon nehéz más ajánlatot kínálni. A Csermosnyavölgyi apró településre csak célzottan érkeznek a turisták. A tavalyi nyári szezonban 4000-en látogattak ide, a mostani fejlesztések tovább növelhetik a látogatottságot. Ilyen vízi energiával működtetett kendertörő nincs máshol Szlovákiában, tehát egyedülálló. És ebben a környezetben a vízimalommal együtt, ami szintén a támogatásunkból újult meg, egy egész képet alkot az egykori gömöri életről, mondja Kassa megye elnöke. Az önkormányzat két ütemben összesen 32.500 euróval támogatta a beruházást. A látogatók a kender feldolgozásának hagyománya mellett a Molnár házában önerőből berendezett kiállításon a vízimalom történetével is megismerkedhetnek.